ez a 11. évem, hogy nem Magyarországon ünneplem a karácsonyt, és ráadásul egy olyan országban éltem 10 évig, ahol a karácsony nem egy tradicionális ünnep, ennek ellenére soha nem engedtem el a karácsony szellemét. Akkor is megszereztem valahogyan a karácsonyfát, hogyha 300 kilométert kellett menni érte Betlehembe, akkor is karácsonyi partikat tartottam, hogyha az összes barátom gyakorlatilag még az értelmét sem látta, és felfoghatatlannak tartotta, hogy tulajdonképpen miért is szórjuk tele csillámporral a lakást, és hallgatunk havazásról szóló számokat, amikor Tel Avivban 30 fok van még decemberben is, és természetesen úgy döntöttem, hogy ezt a hagyományt idén is folytatjuk. Mimi? This is our fourth Christmas together. One in Jaffo Creative, two in the Kerem. Yeah. Mimivel ez a negyedik közös karácsonyunk, és az első, az neki is sokkoló élmény volt. Nem értette, hogy miért vagyok ennyire őrült, hogy miért szervezgetem, hogy aznap mit főzünk, kiket hívunk meg, milyen színbe fog öltözni a karácsonyfa. Mostanra pedig ő is legalább akkora karácsony szörnyeteggé vált, mint én. Ez az első olyan közös karácsonyunk, ahol Európában köszöntjük az ünnepet, úgyhogy most végigmehetett azon, amin én felnőttem, hogy szépen lassan látjuk, ahogy ünnepi fényekbe öltöznek az utcák, és ahogy előkerülnek a karácsonyi fogások az éttermek, a cukrászdák kínálatában. Úgyhogy ez mindenképpen egy rendkívül különleges karácsony, nem csak azért, mert most először köszöntjük a saját otthonunkban, a saját lakásunkban a karácsonyt. Boldog karácsonyt! You can say boldog karácsonyt. Boldog karácsony. Merry Christmas. Merry Christmas. Nekem, amikor valakinek ki akarom fejezni, hogy mennyire szeretem őt, akkor az általában az ételen keresztül történik. Ezért aztán felsorakoztattam minden olyan alapanyagot, amivel kapcsolatban úgy érzem, hogy tökéletesen alkalmas arra, hogy még a legfagyottabb szívet is meglágyítsa. What are we going to make, Nimrod Dagan? We are going to make some fabulous Christmas dishes. First of all, we have this amazing, beautiful cabbage that's gonna be grind with the carrot and the onion, mashed and mixed in the end to a vegan meatball. Vegan meatballs, exactly. Vegan raw meatball. Ez a nagy csavar, hogy tulajdonképpen egy olyan fogást is készítünk, ami 100%-osan nyers vegán, és ennek a fogásnak az eredeti, az autentikus kiinduló pontja az nem más, mint a keftedesz, ami egy görög fasírt golyó, és az első könyvemben, a Kristóf konyhájában már találkozhattatok vele. Most viszont ennek készítjük egy nyers vegán változatát, a sárgarépával, a gigantikus hagymával, és ezzel a lila káposztával, ami nélkül nincs karácsony. Ő nem más, mint a gigantes, ezek a hatalmas babok, amiket azért érdemes beáztatni, akár egy teljes napra, hogy még jobban megfőzhetjenek. Mi most két fantasztikus görög fogást fogunk kombinálni egyetlen karácsonyi lábasban. Ez pedig nem más, mint a klasszikus gigantes, amit a görögök paradicsomszósszal készítenek, viszont mi nem paradicsomszószt fogunk használni kizárólag, hanem egy hihetetlenül intenzív, elképesztően összetett, mély, karácsonyisztikus vörös bor mártást, ami eredetileg egyébként egy másik görög fogásnak, a stifádónak az alapja, amit általában borjúhússal készítenek, viszont mi vegánok nem eszünk kis borjút, meg semmilyen borjút nem eszünk. Ez lehet, hogy nem annyira jó móka ezeket a kis hagymákat hámozni, de gondoljatok rá úgy, mint egy türelem gyakorlatra, hiszen karácsonykor azért az emberek egy icipicit türelmetlenek szoktak lenni egymással, lássuk be, és hogy ne torkoljon a karácsonyi készülődés egy őrületes vitába, azzal kapcsolatban, hogy egyenes-e a fa, vagy azzal kapcsolatban, hogy azt a babaházat kapta-e a kislány, amiről álmodozott, vagy sajnos éppen egy narancssárgát rózsaszín helyett, ezért aztán békésen, sorry, I'm gonna do it the real Greek way. That's the real Greek way? Of sitting and peeling. Ah, right, it's true. Itt az ideje, hogy előkapjatok egy mozsarat,
hogyha nincs mozsaratok, akkor természetesen ezt megvalósíthatjátok egy aprítóval, vagy ha aprítótok sincsen, akkor nagyon egyszerű feladatotok van, mert beletehetitek egy zacskóba, végre egy hasznos módja, hogy hogyan használjuk fel azokat a zacskókat, amiket egyébként sem akarunk a lakásunkba, és utána egyszerűen egy boros üveggel elkezditek nyújtani, minthogyha egy tésztát nyújtanátok, remekül össze lehet törni. Nem kell porrá őrölni, az se baj, hogyha vannak benne nagyobb acska darabok, az még jobban kihangsúlyozza ezt a picit ilyen húsos textúrát. Mimi, can you remember how was it for you to first start to celebrate Christmas? If I remember? Yeah. I was very, very excited about this. I was, as a child, I always used to say that I'm very jealous of people who are celebrating Christmas. I actually didn't understand how is it possible that my family, in my family, we didn't celebrate Christmas. And I was always so surprised that we are not celebrating Christmas. But you know, in Israel you need to have basically a partner who is celebrating Christmas. And I'm glad I found one. So you're basically just using me to celebrate Christmas. I'm keeping you all here for celebrating Christmas. No, it's not true. Well, it's a very good mission for me. I'm very happy to be your bridge towards Christmas, to be honest. So when I was a child, we used to make Christmas dishes with my mom, and it was several days before Christmas that we started to prepare the menu and making the list of the invited guests, and my family, my cousins Sandra and Andres, and my auntie Vali came, and it was really... Everybody in your family are so excited about Christmas. Everybody. All my life, it was very, very emotional, and my mom actually used to be even a bigger Christmas freak than me. Really? Yeah. Wow. Az anyukám oltotta belém az őrületes karácsonymániát, és vele tényleg már szeptemberben elkezdődött a készülődés. Ő volt az, aki mindig kinézte a karácsonyi vásárokat, hogy hova menjünk el együtt. Ő volt az, aki kitalálta, hogy minden évben más színű díszekbe kell öltözni a fánknak, és sajnos ő már nincs velünk, de ilyenkor, amikor karácsony környékén eszembe jut, hogy neki mennyire fontos volt ez az ünnep, akkor mindig picit úgy érzem, hogy ezt valahogy neki is csináljuk. You feel close to her, especially on Christmas? I feel close to her, and I also feel that the joy what we are bringing together, it's just also for her. You know, the best way of having a tragedy in our life is always to turn it into a good something positive. Yeah, I agree. Elkezdtem reszelni a répát, és amint látjátok, eszem ágában sincs meghámozni. Az embernek annyi dolga van, különösen karácsonykor, be kell csomagolni az ajándékokat, ki kell választani a játszási listát a kedvenc karácsonyi dalainkból, úgyhogy hámozni ugyan már. Kinek van erre ideje? Okay, the carrot is slowly getting done, and all the table is shaking from the spirit of Christmas. The table is so excited. The table thing is starting to look a lot like Christmas everywhere you go. What am I doing with this onion? You're going to grind it like I'm grinding this one. I'm going to cut half of it and give it to you. Really? I think you are so perfect with the grinding. Really? So what are you going to do meanwhile? I'm going to sit here and to look how beautiful you are grinding the onion. Na, a hagymát, ellentétben azzal, ahogy általában azt az emberek csinálni szokták, nem szeleteljük, hanem szintén reszeljük. Ennek az oka az, hogy azt szeretnénk, hogy szottyos legyen, mert hogy ezeket a húsgolyókat össze kell tapasztanunk, és ahhoz, hogy egymáshoz tapadjon minden, ahhoz az a jó, hogyha ezek a dzsúszok, levek, nedvek kifolynak szépen, és nem csak az ízük, hanem az állaguk is
tökéletes egységgé áll össze. There is a sadness about Christmas. Sadness? Because I will explain you what I mean. Because as you know probably, in the Jewish tradition, the holidays, sometimes they are about tragedy that happened. Mm-hmm. Yeah. And there is always a bit of heaviness. Yeah. And sadness in the air. Like the people are the family coming together and celebrating together, but it's always about remembering and remind themselves something bad that happened. Yeah, I mean, Christmas in general is not a sad holiday, but a lot of sad stories. Mm-hmm. Talán az egyetlen igazán szomorú dolog a karácsonyban az az, hogy nagyon sok ember van, aki egyszerűen nem kapja meg a lehetőséget arra, hogy boldogan ünnepelje. És legyen szó az ételről, vagy legyen szó arról, hogy egy szeretetteljes közegben van, egyszerűen nincs elég pénze, nincs elég barátja, és nincs elég lehetősége arra, hogy megvalósíthassa azt az álmot, amit a karácsony jelent mindannyiunk számára. Na, lereszeltük! Szenzációsan finom fokhagymákat is. Más embereknek valószínűleg a fahéj illata csábítja elő a karácsonyi érzéseket. Nekem ez természetesen a fokhagyma. Havazi, it's snowing in Methana. Just a tiny bit of paprika. A little bit kömény. Kimény. Egy kis kömény is kerül bele. And because it's Christmas, and the Christmas spirit is in the air, so we are going to add a little bit of cinnamon. Just a touch. Perfect. There we go. Smells like it's ready to be eaten. No. It can't be ready to be eaten, because we're going to add some Majorana. Red wine? Red wine. Oops, your white gown. És hogyha szeretnétek ugyanezt elkészíteni nem nyers vegán módon, akkor tehettek bele egy kicsi csicseri borsó lisztet, az tökéletesen összefogja, hogyha szeretnétek kisütni. Ha ezt most kisütnétek így, akkor egy picit szétesne, de az a célunk, hogy egybe maradjon és szépen kis golyóbisokat formáljon, úgyhogy ez esetben forgassatok bele akár lencselisztet, csicseri borsót, bármilyen hüvelyesnek az őrölt lisztjét. Kezdjük a giganteszt. Jó alaposan felforrósítom az edényt. Magamhoz ragadom az olívaolajunkat. Megsózzuk a hagymákat. Elkezdjük megfürdetni a fűszeres olajban. Jó alaposan átforgatom őket, hogy mindenhol érje őket. Nem szabad felugrani a konyhapultra. Szigorúan tilos, veszélyes. Jöhet a szárított paradicsom, ami azért lesz felelős, hogy mivel alapvetően a stifado egy húsos étel, azt szeretnénk, hogy kicsit olyan mély békörös ízt kapjon, és így, hogy a szárított paradicsomokat már az elején bedobjuk a mély vízbe, vagyis a mély olajba, így ők is egy kicsit ropogósak lesznek. Őket követi a fokhagyma, amit legszívesebben így egész gerezdenként raknék bele, de megkímélek titeket ettől, és inkább vékony kis holdacskákra, félholdakra vágom, és most hagyjuk békén, hogy egy kicsit tudjanak karamellizálódni icipicit. Teszünk rá egy pár csepp gránátalma likört. Ezt a gránátalma likört itt vásároltam Görögországban, Ermioni városkában. Onnan tudjátok megjegyezni, hogy Ermioni Granger, és elképesztően finom, kizárólag gránátalma és alkohol van benne, két rendkívül fontos dolog az életben, és így, hogy a természetes édességével odapörköl a hagymának, gyönyörű színt fognak kapni. Gránátalma, fahéj, szárított paradicsom, fokhagyma, mennyország,
So what are you going to get me for Christmas this year? Oh my God, how can you ask this question? This is very not polite. This is your Christmas present. How can you ask me? I know. I promise you that for sure it will be something that you didn't know that you want. Wow, I love this kind of present. So that's what you will get. Perfect. Thank you. Perfect. So, gigantes barátaink is beleugranak. Magyarországon egyébként egyszerűen csak óriás fehér bab néven keressétek őket. És őket is egy picit megpörköljük a fűszeres olajon. És ismételten türelem. Nézzétek, milyen mesés szín kapott a hagyma és a babocska. Most elkezdhetjük főzni őket. Eddig pirultak, mostantól viszont főri fognak. És hát a stifado alapja a szenzációs száraz vörös bor. Természetesen innen metanáról. Amennyire híres metaná az olivabogyóról, olyannyira csodálatos borok vannak. És érdekes módon ugye Magyarországon ahhoz vagyunk szokva, hogy ha egy bor egy ilyen hatalmas palackban érkezik, vagy akár papírdobozban, akkor ez biztos ilyen gagyi, úgynevezett kannás bor. Hát itt metanán ez nem így működik. A termelők azért sokkal nagyobb dobozokban rakják a borokat, mert mindenki tudja, hogy egy 0,75-ös boros üveggel mit fogunk kezdeni. Fél perc alatt elfogy, úgyhogy ne féljetek, hogyha ide látogattok Görögországba, és ilyen gigantikus, gigantes kiszerelésű vörös, fehér és rozé borokat találtok. Na, felforraljuk a bort. What with the chocolate, for example? The chocolate will go on top. We are going to crumble break. It on top, yeah. We are breaking it? Yeah, we okay. Can break it, but okay. We can even just cut it with a knife. Okay. So, what I was thinking, yeah, is that we are going to make this milk much sweeter. So, hey, nem szabad szőlőt enni. Először a sós ételeket kell enni, csak utána szabad desszertet enni. Lángos. Talán sokaknak skandallum, hogy a macskák bejöttek a konyhánkban, mert egy főzős műsorban nem szoktak cicák lenni a konyhapulton, de az igazság az, hogy minden harmadik embernek van macskája, és minden másodiknak pedig kutyája, és mindenhol ott vannak, ezért aztán úgy vagyunk vele, hogy inkább legyen valósághű az, amit megmutatunk nektek, mint hogy megpróbáljunk egy éteri közeget varázsolni a konyhából. Igen, nálunk vannak cicák a konyhában. Itt van egy kis eritvia, ami nem más, mint a stíviával, egy nagyon-nagyon alacsony kalóriatartalmú édesítővel készülő cukorszerű por. Lángos. Lángos, mit mondtunk neked? Ezzel megédesítjük a növényi tejünket. Bármilyen, yeah, kufirt. Kufirt. Bármilyen növényi tejet használhattok egyébként, nem kell ragaszkodni a pisztácia tejhez, de mivel itt Görögországban a pisztácia, ahogy elindul az ember és megy az utcán, egyszer csak megjelennek körülötte. Éj! Lángos, kifele a konyhából! Kifele a konyhából! Kifele a konyhából! Kifele a konyhából! I like YouTube! Szóval került egy kis fahéj, és egy kis édesítő, bármilyen édesítőt használhattok, ez lehet juharszirup, agave szirup. So tell me what's the plan? We take, let's say, two crackers. Mm-hmm. No, let's do one. First we're gonna take one cracker, we're gonna break it in, mm-hmm. And you can bring the stick mixer, and we are going to make it thicker. Very balagan. A huge balagan. Okay, don't worry. I'll come and save you. Or maybe more saving the fridge. Ahogy azt mindig mondani szoktam, a második szakácskönyvemnek egyik nagyon fontos mondata, hogy amíg nem ömlött ki valami, és nem pacáztuk össze magunkat, addig el sem kezdődött a főzés. Ha már így alakult, akkor teszek bele egy kis fahélikört. Szintén Hermione városkából, a helyi pékségből. Nini észre se vette, hogy belekerült. Az a célunk, hogy egy picit ilyen pudingszerű állagot kapjunk, és hát bármilyen hihetetlen, ezeket a krékereket az emberek nagy része egyszerűen azért fogyasztja,
mert fogyókúrázni szeretne és kenyér helyet teszi, pedig annyi mindenre használhatok, például egy szuper gyors tejberizs elkészítéséhez főzés nélküli rizssel, vagy például lehet vele Mickey-egér füleket csinálni, úgyhogy gondolkodjatok rajta, hogy mennyi alternatíva van. So what we're going to do is we break one layer. Aha. Putting from the pudding. Putting from the pudding. Pour it over. Take the grapes. És használhatok bármilyen gyümölcsöt egyébként. Egész nyugodtan lehet valamilyen bogyós gyümölcs. Fava! Kérlek, fáradj lefele a hűtőszekrény tetejéről. Köszönöm szépen. Az a különleges a cicákban, hogy nem félnek senkitől és semmitől, mert egész életükben csak kedves emberekkel találkoztak, úgyhogy ha megpróbáljuk őket egy kicsit elijeszteni, akkor ilyen értetlenül néznek ránk. Fava! Kezd elforni a vörösbor, úgyhogy itt az idő, hogy hozzáadjam a paradicsompürét. Ez pedig még gazdagabbá és krémesebbé varázsolja majd. És azért, hogy még inkább érvényesüljenek ezek a télies, szívmelengető ízek, klasszikus, a tél ízét idéző zöld fűszereket használunk. Kikotrom a zsáját. A zsájának már a színét is imádom, hogy ilyen gyönyörű matt, mintha a kedvenc Instagram filterem került volna rá. És teszünk bele, mindjárt előkeresem, itt van, itt pulykál, rozmaringot. Tadám! És innentől nincs más dolgunk, mint türelmesen megvárni, hogy a bab teljesen megpuhuljon, illetve hogyha túlságosan kezdene odakozmálni az alja, akkor természetesen felhidíthatjuk egy kis vízzel, vagy egy kis vörösborral. Wow! És ezzel nincs más feladat, mint beküldeni a hűtőszekrénybe, vagy egyszerűen kitenni a hidegbe, mármint ha nálatok hideg van, nálunk ebben a pillanatban körülbelül 23 fok van itt Görögországban, és hagyni, hogy kedvére szottyogjon. Az utolsó szösszenetünk, hogy kikeverünk egy fantasztikus finom csátnit, ami tényleg rendkívül egyszerű lesz. Bármilyen lekvárt használhatok, én most egy cseresznyelekvárt, egy cukormentes cseresznyelekvárt fogok használni, amit Edith barátnőnktől kaptunk, házi készítésű, köszönjük Edith. Természetesen millióféleképpen lehet variálni a csátnit, lehet hosszú órákon át főzni, viszont mi most egy szuper gyors verziót készítünk, egyszerűen a lekvárt megfűszerezzük, és beleaprítunk egy kis lila hagymát. Oj, Nimi! Yeah. We forgot the purple cabbage from the ktitzot. It's too late, it's too late. No way! No, it's too late. Kitaláltuk, hogy azt fogjuk csinálni, hogy lesz egy kis káposzta saláta ágy. Nincs olyan, hogy elrontott étel. Ha bármikor előfordul veletek, hogy akár követtek egy receptet, és felfedezitek, hogy elfelejtettetek valamit, akkor merjetek kreatívan és bátran kísérletezni. Let's put salt and pepper on it. Wow, so much nicer. Nimi, thank you for forgetting the purple onion. You're welcome, but actually it's you are the one who forgot the purple really? Cabbage. We need cabbage, not onion. All right. How many cocktails you drank in this Christmas? As many as you made me. Oops. Jöhetnek a fűszereink. A csátniba egy kis garam masala, indiai fűszerkeverék, egy pici ánizzsal, egy kis gyömbérrel, megkínáltuk egy kis narancslével, és az utolsó dolog, ami beleugrik, az a lila hagyma. Fava is very impressed. One day you will continue the family business, Fava. Fava's kitchen. Fava's kitchen. Na, a csátnit pedig szépen elegyengetem, mintha csak egy Jackson Pollock festmény lenne. Wow. Wow. Take this. Thank you.
Boldog karácsony! Boldog karácsony! Merry Christmas! Yamas! Lehaim! May all the joy come to all the people in the world and all the animals. A helyzet az, hogy el kell köszönnünk tőletek, mert rengeteg ajándékozni valónk, koktélozni valónk, falatozni valónk, karácsonyi zene hallgatni valónk van. Ezért aztán a publikus része a karácsonyunknak véget ért, de ne felejtsétek el, hogy a karácsony elsősorban arról szól, hogy ti hogyan alakítjátok saját magatoknak. Töltsétek azokkal az emberekkel, akiket a legjobban szerettek, és vigyázzatok magatokra ilyenkor is. Ami pedig rendkívül fontos, hogy a jövő heti részben egy kis turpisságot tartogatunk nektek. Egy bevásárlólistát fogunk közzé tenni, ami tartogat némi meglepetést szilveszterre. Nem árulom el, hogy mik azok a fogások, amiket készítünk, viszont hogyha beszerzitek a lista minden egyes pontját, akkor velünk együtt készíthettek vendégváró falatokat szilveszterre. Boldog karácsonyt, jó ünneplést, szeretünk titeket! Sziasztok! Sziasztok!